Jönnek a gyermekek, és sokszor nem hoznak semmilyen előzményt, se papírt, se semmilyen adatot a szemüvegükről, és ez óriási segítség. Automata dioptria mérő használatát magyarázza Lampert Erika főorvos. A Szent György Kórház gyermekszemészete nemrégiben ezzel az eszközzel, valamint egy univerzális próbakerettel, CFF készülékkel és kézi szemfenék tükörrel is gazdagodott. Mindezekkel pedig a munka precízebben és biztonságosabban folyhat majd a jövőben. Alapvetően ezek diagnosztikus eszközök. A másik két eszköz talán nem kell minden rutin vizsgálat során, ellenben az első kettővel, amik mindennapos vizsgálatoknál nélkülözhetetlenek. A kritikus fúziós frekvencia mérő, amit főorvos asszony bemutatott, erre azért ritkábban van szükség, de hetente biztos, hogy több betegnél is, nem csak a betegségek megállapítására, hanem utánkövetésére, a paraméterek normalizálódásánál is egy nagy segítség. A beszerzés nem jöhetett volna létre a Fehérvár Travel alapítvány nélkül, akik immár harmadik alkalommal segítették anyagi támogatással az orvosok munkáját. Ez alkalommal 1,7 millió forintot adtak az osztálynak. Ha van némi anyagi forrás, és van, hála Istennek, akkor, és van olyan hely, ahova ezt jó helyre el lehet juttatni, akkor nagyon szívesen támogatunk mindent. És különösen azért is tartjuk szükségesnek és jónak ezt a pályázatot, mert nem pusztán egy embernek a, hogy mondjam, életét próbáljuk jobbá, szebbé, elfogadhatóbbá tenni, hanem többekét. A kuratóriumi elnök hozzátette, az ifjúság mindig kiemelt területük, és büszkék arra, hogy már eddig is rengeteg olyan műszer beszerzésében tudtak segítkezni, amire nagy szükség volt.